Ágyúlövéssel, sortűzzel és lovasütközettel kezdődött az 1849. március 5-i szolnoki csatát felelevenítő hadijáték. A több éves hagyománynak számító rendezvényen 170 gyalogos, 8 lovas és 5 löveg játszott el a 48-49-es szabadságharc legfontosabb szolnoki ütközetét. Éljen Kossuth! Éljen a haza! Osztrákok! Menjetek haza! A magyar hagyományőrzők mellett csehek, lengyelek és osztrákok vívták harcukat. Gyakorlatilag a katonáknak a felszerelése, ruházata az a korabelinek megfelelő, tehát mindenkin olyan ruha van, ami a korszakban is lehetséges. Fegyverekkel is ugyanez a helyzet. A város főterén zajló hadijáték az egykori haditervnek csak egy kis részletét mutatta be, amikor Damjanics hadteste a hidat próbálta szabaddá tenni. Ebben nagy szerepet játszott a szegedi harmadik zászlóval is. A szabadság az egyik legdicsőbb zászlója volt. Itt Szolnokon az egyik legnagyobb haditettet hajtották végre. A történelemben először Napóleon alatt sem volt erre példa, hogy ágyú üteget gyalogság foglaljon el szemből. Mint minden évben, most is több százan voltak kíváncsiak a hadijátékra. Nagyon jó csata volt, és jól nyertünk. Minden évben kint vagyunk, mert tehát olyan izgalmas, hát most is majdnem rendesen megijedtünk itt, amikor itt lőttek, tehát tényleg nagyon jó volt. Végkimenetelében az idei ütközet sem okozott csalódást, hiszen mint annak idején, most is a magyar seregek győztek. Disznóságok.